csapadékot hoz a következő napok időjárása a térségbe. Havazásra kevésbé, esőzésre annál inkább számítani lehet a hét második felében, többnyire az esti órákban. Fagyni nem fog, átlagosan 2-3 fok körül alakulnak majd az éjszakai minimumok. Az északi országrészben így Szabadka és Magyarkan is a térségében lehet havazásra számítani ma az esti órákban. Zenta, Nagykikinda, Óbecse és Nagybecskerek környékén havas esőre van kilátás. Az ország többi részén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható. A leghidegebb órákban 2-3 fokot lehet majd mérni. A legtöbb helyen nappal sem szűnik meg a csapadék holnap, de ekkor már inkább csak eső eshet, elszórtan havas eső. A kora délutáni órákban felerősödhet a szél, emiatt hőérzetünk a valósnál jóval alacsonyabb lehet. Északról dél felé haladva egyre magasabb nappali értékeket mérhetünk. Az északbácskai régióban 4, míg a déli ország részben 6 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A hét további részében is hasonló időben lesz részünk. Péntekre sok felé képződhet köd, valamint réteg felhőzet, amely néhol tartósan is megmaradhat. Csapadék nem várható, szombaton is felhős lesz az ég, a nap több helyen előbújhat, 6 fok körül alakulnak a maximumok. Vasárnap visszatér a csapadékos idő, a csúcsértékek pedig 5 fok körül alakulnak majd térségünkben. A jövő hét első napján jóval melegebb idő várható, 10 fokos maximumokat mérhetünk majd nappal. Havazásra, havas esőre van kilátás a szomszédos országokban csütörtökön. Az Adria térségében azonban többnyire felhős, csapadékmentes idő várható, néha még a nap is előbújik pár órára. A nappali csúcsértékek 2 és 8 fok között alakulnak a régióban.